2014-ben még csak 600 millió forintot szánt az állam a siófoki stadion átépítésére, de a 8 ütemben megvalósítandó építkezéshez további összegekre is szükség volt. Egy új kormánydöntésnek köszönhetően most már több mint 1 milliárd forintból újulhat meg az 1961-ben épített egykori bányász, ma már Révész Géza utcai stadion és környéke. A stadiont övező utcáknak a rehabilitációja is megtörténhet, ugyanis ezzel az 1,1 milliárdos kerettel, ezzel a plusz 500 millió forinttal tulajdonképpen lehetővé vált a környező utcák, járdák, közterületek, parkolók, parkok megújítása, kialakítása egyaránt, és azt gondolom, hogy reményeink szerint 2017-ben elinduló tavasszal vagy nyáron elinduló építkezés 2018-ra egy olyan modern 21. századi külsőt kölcsönöz majd a stadionnak és környékének, amely méltó lesz Siófokhoz. A havas pálya most még alkalmatlan az edzésre, a játékosok a műfüves pályán készülnek az egy hónap múlva rajtoló MB2-es bajnoki fordulókra. A focisták nagyon várják, hogy a hiánypótló átépítés elkezdődjön. Megmondom őszintén, hogy az interneten értesültem róla, és hát egyből küldtem a csapattársaimnak, hogy ők látták-e már, mert hát nagyon boldogok vagyunk, hisz irigykedve láttuk, hogy a különböző más csapatoknak már milyen szép új stadionjuk van, úgyhogy nagyon várjuk, hogy mi is már az új öltözőben, új pályán, új stadionban készülhessünk. A labdarúgó MB2 néhány hét múlva rajtol. A BFC Siófok csapata február 19-én az első fordulóban a Zalaegerszeget fogadja.